No hát akkor a mai órától áttérünk végre őseink történetére, hogy eddig átvettük mindenféle középkorról, ókorról, és nemzetközi szinten néztük a történelmet, mától pedig a magyar történelmel fogunk foglalkozni egészen év végéig egyébként. Ez az utolsó nagy témakörünk a magyar történelem, az Árpádház idején, illetve az ős, magyar őstörténet, és bele is kezdünk ebbe a történetbe, a magyar nép őstörténetével. Nézzük is meg, hogy mi az, amiket erről érdemes tudnunk. Először is a származásunk. Ugye egy pár néppel már találkoztunk, rómaiakkal, görögökkel, egyiptomiakkal és hasonlókkal, és mindig azt mondtuk, hogy amikor a népnek az eredetét keresünk, akkor kétféle forrás anyagot tudunk felhasználni. Az egyik a tudósoknak az elméletei, amit a nyelvtudományokból, a régészetből vonnak le, a másik pedig az úgynevezett eredetmondák, amelyek fent maradtak, terjedtek szájról szájra, és aztán valaki lejegyezte őket. Na most ugye emlékszünk, hogy Rómánál ilyen volt a Romulus Rémus legenda. Hát magyaroknak is van egy pár ilyen, mert hogy nem egy van, hanem több. Igaz, hogy a legtöbb az valahogy aztán egy idő után összeágazik, meg van, amelyik nem is teljesen az eredetről szól, de ezt a négyet azért jó lesz, ha megegyezzük. Az egyik eredet mondnánk a csodaszarvas legendája, ugye Hunor Magor üldözi a varázsőzikét, aztán elvezeti őket valahova egy megfelelő tájegységre, ahol aztán jól ellesznek. Ugye itt a hun-magyar rokonságot megfigyeltjük benne, mint a Csaba királyfiban is természetesen a hun-magyar rokonság kerül elő, mert ott meg ugye arról van szó, hogy Attila halála után az egyik gyermeke Csaba királyfi Erdélybe vonul, és akkor a székely népet fogja majd megalapítani. Aztán itt van a Ménrót legenda, ez a csodaszarvashoz tartozik egyébként, hogy Ménrót tornyot épít, összekeveri a tornyoknak a nyelvét Isten, és akkor utána a fiai meg Hunor és Magor elindulnak a varázsőzikét kergetni. Ugye ez már hajaz a Bibliában található Bábel tornyára, ez a Ménrót legenda, ugye ez az egyetlen, ami a szitja magyarokat, szkíta ősöktől származtatja. És hát van egy, amelyik kicsit kilóg a sorból, az Emese álma, amely igazából már arról szól, hogy a magyarok egyik fejedelme, álmos vezér, hogyan is születik meg, mint jön egy turul, és akkor a turullal lesz valamiféle álmában valamiféle kapcsolat, amiből teherbe esik, és akkor utána megszületik. Hát ugye ez a szeplőtlen fogantatás, ezt már láthattuk a római, illetve láthattuk a Biblia történéseinél is. Szóval ezek az, ami eredetmondáink. A házi feladat is majd ezekkel az eredetmondákkal lesz egyébként kapcsolatos. A másik fontos tudományág, ami a magyarokat igazolja vagy kutatja, az a nyelvtudomány. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy itt azért van némi fenntartásom a dologgal kapcsolatban, és nem csak nekem, hanem a történészek jelentős részének. Ugye ti, amikor nyelvtanórán üldögéltek, és akkor előkerül a tanárnénitől az, hogy a magyarok eredete, meg izé, akkor jön az, hogy finnugorok vagyunk. Hát igen, ez egy nagyon jó hangzó történet, én is így tanultam egyébként, meg mindenki így tanulja, csak hát nektek van egy olyan bal szerencsétek, hogy én vagyok a történelem tanáratok, aki azért kinnél kicsit jobban beleásott ebbe a történetbe annak idején, és hát azért azt tudni kell, hogy a magyarok azok annyira nem finnugorok. Igaz, hogy mind az ugor, mind pedig a finn népekkel együtt éltünk viszonylag sokáig, és ennek köszönhetően tényleg nyelvrokonságba kerültünk abból a szempontból, hogy együtt éltünk és egymástól vettünk át szavakat, de nagy valószínűséggel azért mi nem finnugor nép vagyunk, csak egyszerűen bekerültünk közéjük, és akkor ott nagyon sokáig vettünk át egymást a dolgokat. De akkor ugyanúgy lehetünk türkök is, mert a törökökkel is együtt éltünk egy csomó ideig, és egyébként szerintem több türk vagy török jellegű szava van magyaroknak, mint a finn. Hogy mi kik vagyunk, ezt nem lehet tudni nyelvtudomány szerint. Ezt a finnugor ősrokonságot, ezt a Habsburgok találták ki kb. 200 évvel ezelőtt, és jó belenyomták a magyar történelembe, hogy a magyarok higgyék is, hogy finnugorok vagyunk. Igaz, tényleg, hogy a finnekkel, illetve a finnugor népekkel együtt éltünk nagyon sokáig, és együtt házasodtunk meg hasonlók, de nem feltétlenül finnugorok, bár lehetünk azok is egyébként, mert a magyarok az egy nagyon keverék nép, meg melyik nem az egyébként a Földön, hiszen már tényleg nem nagyon tudnám beazonosítani, azt gondolom azt, hogy ki az, akiben aztán több ősi vér folyik, mint a többiekben. Van egy harmadik tudomány, ami foglalkozik a magyarok eredetével, sokkal több is van természetesen, botanikától kezdve mindenfélével, de ugye akiket meg kell említenünk történelem szempontjából a régészek, akik hát kutatják a magyar
csontokat, illetve a magyarokra emlékeztető emléktárgyakat, és ők odaigítottak el, hogy a sok elméletet állítottak fel, hogy a magyarok honnan származnak, innen, meg onnan, meg amonnan, de ameddig igazából a leghitelesebben eljutunk, az, hogy valószínűleg a magyar nép az belső Ázsia pusztáiról származó sztyeppei nép, aki nomád állattartással valahol a puszták közepén élt, és onnan ment az Urál lábához, aztán ahol összefutott a finnugorokkal, és akkor együtt éltek egy 1000 éven keresztül, és csomó mindent csináltak közösen. Hát íme a csodaszarvas egy 14. századi krónikában, ahogy megjelenik, ez valószínűleg képes krónika lehet, így elnézése a képekre, ugye annak vannak nagyjából ilyen festményei. Hát itt pedig ugye a finnugor népek, hogy merre fejlődnek, hogy látszik, hogy itt vannak a magyarok, itten legkeletebbre, vagy legnyugatabbra mi vagyunk, és hát ugye ezek a finnugor népek általában Észak-Európában, illetve a mai Oroszország területén találhatóak. Ugye az az érdekessége, hogy a finnugor népek összesen vannak nagyjából olyan 27-28, nincsen olyan, 21-22 millióan, és ebből a magyarok adnak 15-öt. Meg az 5-öt a finnek, és akkor többieken meg osztoznak ezek a népek, ezek a cseremiszek, komizűriének, meg vojtyákok, meg morvidok, meg mindenféle egyéb. Hát íme egy szibériai sámán, nagyjából valamilyen sámánaik lehettek a magyaroknak is. Nézzük meg a magyarok életmódját. A magyarok úgynevezett félnomád életmód folytattak, én amikor még tanultam ezt, akkor mindig nomádot mondtak nekünk. Egyébként én is inkább a nomád felé hajazok. Tényleg van benne egy kis félnomád beütés, de azért inkább nomád a dolog. Mi a különbség a kettő között? Alapvetően a magyarok úgynevezett nomád vándorló állattartással foglalkoznak, ez azt jelenti, hogy a szitja magyar fölúrik a ló hátára, aztán jó kergeti az állatokat, legerőlő legelőre, oda, ahol éppen jobb neki a dús legelő, mennek az esőfelhők után, és akkor jó legelőt találnak, ott megállnak az állatok. Ennek köszönhetően olyan állatokat is tartunk, amelyeket lehet így hajtani. Például a disznót nem lehet így hajtani, tehát ezt nem is tartunk. Amit lehet a ló, nyilván nagy becsben tartjuk a lovat, ott ülünk a hátán, mindenhez használunk lovat, szerintem a magyar ember előtt tanul meg lovagolni, mint járni ebben az időszakban, lóhától meg még lövöldözni, íjjal, azt meg aztán végképp. A másik, amit tartunk, amit terelni kell, ugye a szarvasmar, hogy a szürke marháról beszélünk elsősorban, illetve a juh, ott meg rackajúról beszélünk elsősorban. A juh nagyon-nagyon fontos állatunk, hiszen a lakhatásot oldja meg azzal, hogy a juhnak a szőréből nemezt állítanak elő, ez a nemeznek ugye az alapanyaga. Természetesen azért mondják félnomádnak a magyar életmódot, mert a letelepült területeken, tehát voltak, akik nem mentek az állatokkal feltétlenül, ők földműveléssel foglalkoztak, bár hozzáteszem, hogy ezek inkább én azt gondolom, hogy a magyarok szolganépei lehettek, és a magyarnak annak nem annak derogált az, hogy ő most ott túrja a földet, azt inkább a szolganépekre hagyta, de tény, hogy földműveléssel foglalkoztak a magyar területeken is. Na most ahhoz, hogy ők ilyen életmódot folytassanak, ahhoz lakniuk is kell valahol, hát a magyarok nagyon egyszerűen megoldják, mondhatnák, hogy sátorban laknak, de ez így nem teljesen igaz, mert a magyarok jurtában laknak. A jurta egy nemes falu sátor, amely hát farudakból, illetve bőrszíjakból van összekötözve. Egyébként a nőknek volt a dolga, hogy felállítsák. Egy ilyen 12-15 méter átmérői jurtnak a felállítása egy tapasztalt együttélő hölgykoszorúnak 30-40 percébe tellett. A férfiak nem foglalkoztak ilyen dolgokkal, hogy gyúrtákat állítgassanak, ők mentek szépen az állatok után, meg vadásztak, meg védték a népet, hát tudták azt, hogy a nőnek is van dolga, meg a férfinak is van dolga ebben az időszakban. Illetve a téli szálláshelyeken veremházakat építettek, mert a télen nem akartak feltétlenül jótán megfagyni, nem mintha nem aludtak volna gyúrtába télni, és egyébként nem olyan rossz az, szerintük. De azért építettek úgynevezett veremházakat, ugye ez a földben mélyített ház volt, talán hon és népismereten találkoztatok már ilyen, mindjárt mutatok én is egy képet róla. Ugye íme a magyarok a jurtánál, ott fölhúzták, mögötte ott legelésznek az állatok, és nagyon jól el vannak egymással. Itt is egy jurta a háttér, ugye ma is vannak olyan mongol népek, akik jurtában laknak kint a füves pusztákon. Ugye egy jó magyar szürke marha, rackajú, ugye ilyen csavart szarvuk van,
és íme egy veremház, amit éppen építenek, ugye behúzzák kicsit a földbe, tetőt tesznek rá, és akkor itt a hőtartása télen sokkal jobb egy ilyen építménynek. Kicsit nézzük meg a jurtát közelebbről is. Ugye a jurta az egy elég speciális sátor abból a szempontból, hogy mindenkinek megvan a helye. Ugye középen ég a tábortűz, amin főznek, mindenféleket csinálnak. A családfő az a tábortűz mögött foglal a helyet, a vendégek pedig az ajtónál várakoznak, az ajtón belül alhatnak, hogyha éppen ott tartja őket a családfő. A családfő oldalán alszanak a fiúk, férfiak a családból, a hölgyek oldalán pedig a nők, asszonyok, lánygyermekek a családból, és akkor nyilvánvalóan a különböző értékeket is itt tartják a jurtába, különböző felosztásba. Hát elég ezt meg kell tanulni, hogy ki hol alszik, én nem követelek ilyesmit maguktól. Ugye itt is látszik ez a történet, hogy itt veremház, meg jurt, tehát van itt minden, ami szemszájnak ingere. Egyébként a magyar szitja férfiak azok a jurtán max télen aludtak nyáron, azok olyan szinten kint aludtak, mert azt a füstszagot, ami bent volt, azt nehezen viselték el. Nézzük meg, hogy épül fel a magyarok közössége. Nyilván náluk is vannak csoportosodások, ugyanúgy, mint ahogy eddig tanultuk. Méghozzá azért ebben finoman szóval is fejletlen a magyar nép. Ugye az alapegysége ennek a történetnek a nagy család. 20-25 főből is áll egy nagy család, tehát ez tényleg nem kicsik, és 3-4 generációt is láthatunk benne, tehát a unokák, szülők, nagyszülők, dédszülők együtt élnek, egy közösségben, nem biztos, hogy egy jurtában, tehát odalakják egymás mellé a kis jurtáikat, és ott el vannak, mert hogy így egy egész jó egységet tudnak formázni. A vezetője a nagy családnak természetesen a családfő. A családfő az nem a legidősebb férfi, ezt azért ne felejtsük el, és jó lesz, ha most megjegyezzük, hanem a családfő az a legidősebb cselekvőképes férfi a családból. Ez nem feltétlenül jelenti a nagyszülőt, hanem inkább a családapát jelenti. Ugye, ha mai korban néznénk ezek a 35-55 év közötti férfiak jellemzően ekkoriban a családfők. A családok nemzetségekbe állnak össze, több családból lesz egy nemzetség, 3-4-5 családból is lehet egy nemzetség, ugye akkor ez most már 150-200 emberről beszélünk. A nemzetségnek a vezetője a nemzetség fő. Természetesen a legerősebb család fője lesz a nemzetség fő. A nemzetségek is összeállnak, 5-6-8-10 nemzetségből lesz egy törzs, mert hogy törzs közösségben élnek a magyarok. Azért fontos ez, mert egy-egy törzs az egy-egy katonai egység. A magyarok egyébként kezdve még a magyarokkal is harcolnak, aztán a törzsek szövetséget kötnek, és a közös ellenséggel szemben mindig együtt fognak támadni, és így egy viszonylag erős katonai egységet tudnak létrehozni. Valahol ott az Urál lábánál a tippek szerint már 20 000 harcost tudtak kiállítani a magyarok közösen, ami azért ebben az időszakban egészen jelentős, itt most az ókorban vagyunk a időszámításunk 500 környékén egyébként. Ugye ezért is mondják, hogy a magyarok törzs közösségben élnek, és mindig a legerősebb törzs a vezető, és hát elég régen kimagaslik már közöttük, hogy a megyer törzs lesz a legjelentősebb, majd látni fogjuk, hogy ők fognak egyébként dinasztiát is alapítani, uralkodói családot. És akkor itt van, amiről beszéltem, ugye íme a maga a család, ugye egy ilyen egység a nagy család, ugye több házastárs és hozzatartozó gyerekek, a több nagy családból lesz a nemzetség, és a több nemzetségből pedig lesz a törzs. Íme egy nomád magyar lovas, oldalán egy íjjal, szabjával, majd ezekről fogunk beszélni a következő órákon, megismerkedünk majd azzal, hogyan fognak ezek harcászkodni. Íme egy másik ábrázolás a szítja a magyarokról, hogy a nádójának a kaftányjukban, meg a csúcsos sapkájukban. Hát igen, ilyen tipikusan mongoloid népség vagyunk egyébként mi. És hát egy másik dolog Árpád vezérről, amikor már bevonul, hát az, hogy Árpád vezér nagyon meglepődnék, ha indított volna ki, ahogy ebbe a képes krónikában leajzolják, tehát ő neki aztán páncélos lovakként holló címer a kezében, hát ez nem nagyon valószínű, majd később Mátyás király esetleg.